God Illa, Jaguar Pearl. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind. Sziasztok srácok, én Turbo vagyok, természetesen, és Saints Row 3-as. Úgy gondoltam, hogy ezzel fogok most játszani. Na, nézzük. Hú, de dagadt csóka vagyok. Azt a rohadt életbe. Dagadt csóka vagyok. Mi ez a motor? Mi ez? Mi ez az amerikai motor? Na, te mit csinálsz? Biztosan... Pokémon Black ezzel. Ez nem érdekel engem. Valószínűleg a végbeléből is, úristen. Fuck cancer, let them eat cake. Legyen az éhínség. Az éhínség ellen nem szabad. Hát... Jól van. Hú, de jól nézel ki, szöke. Na, sziasztok, gyerekek! Igen, kicsikét behűltem, gondoltam. Mostában ráfügtem amúgy Turbónak a videóira, hogy nézegetem őket, nézegetjük őket itthon. És gondoltam, csinálok egy ilyen gyors is parodiát most, hogy így, úgy hasonló a sérom. Egyébként itt nem nyomtam semmit ezzel, itt nem mindegy. Tehát akkor igen, ahogy látjátok, Saints Row, ami nem is hármas, hanem négy. Mindegy. Na nézzük, azt a rohadt, ott van az orosz. Persze, bulizni fogunk. Boom, micsoda? ez szép. Köszönöm szépen, hogy megvédtél. Ez nagyon jó volt. De elképesztő. Ja, tényleg, ki mondtátok, hogy állítsam be a... Nem mindegy. Hogy állítsam be a feliratokat, hogy lássam, mi van. Context for, and I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. Na hát igen, mondtam nektek, hogy igazából ezek a átvezető animációk, videók nem annyira érdekelnek. Gondoltam, hogy meg lesz támadva itt. Uha. Nagyon jó. Jézus, go to evil office, what? Na várjatok. Mi volt a sprint? Ja, igen, megvan. Jaj, jaj, jaj! Az mi? Hú, de jól lövök. Igazi profi vagyok. Turbo, meg kell figyelni. Jó. Az micsoda? Jaj, szóval... Ugye mondtam nektek, hogy ezt a játékot én nagyon-nagyon szerettem a Szördöt. Tehát a Saints Row 3-at, nagyon bírtam. Nagyon végignyomtam. Arra megnézem, mi van. Nagyon végignyomtam. Nagyon sokat játszottam vele 360-on, és ez ugye PC-n van most, csak Xbox 360 controllerrel. Ó, nagyon kemény, az igen, úgy meg még több, meg M4-est is, az igen, aha, csak mondanom kell, azaz. Nagyon jó, mondom, csak mondanom kellett. Azt most meg van ilyen fegyó is, az viszont nagyon jó. Mi switch weapons? Ja igen, így, aha, húha, jó, na ez nagyon jó, azt tetszik. Oké, most elkezdünk. Az meg fog halni. Tudtam. Az igen! A tipikus... ez kicsit ilyen crisis-os feeling. Mármint, hogy a ruha az most meghalt, hogy az a mi van? Oké, szétlöm a gerincedet, és az mi? Ez hogy halt meg? Ejha. Igen, egyébként azon gondolkoztam, hogy ugye most minden, most jelent meg, ugye ma jelent meg? Tegnap jelent meg, hülye vagyok, a GTA 5, és gondolkoztam, hogy azért most ez nem annyira fog titeket érdekelni, ez a Saints Row gameplay. Megvettük a GTA 5-öt Xbox-ra, csak most éppen barátnőmnél van, mert ő tudott elmenni érte. Ő azt mondja, hogy ez valami elképesztően zseniális játék lesz, úgyhogy hétvégén várható egyébként belőle gameplay. Mindenféleképpen, hát ez a tipikus, hogy felvisz őket az UFO, ez nagyon, nagyon zseniális. Ó! Oh. Úgyis van még valaki? Persze, az igen. Nem látok sokat. Oké, ne haragudj, ezt sajnos így jártál. Ez az. Öltönybe, zakóba. Ez egy poén egyébként, hogy behozták ezeket a lényeket is most már. Ez a tipikus amerikai sztori.
hogy alien van, hogy Amerika van, hogy elnökség van, elnök lepusztítja őket, és tudjátok, ez a nagyon jól szok beszélni. Tehát ez a tipikus cucc, hogy elnök úr, támadnak az UFO-k, mit tegyünk, atomot nekik, elnök úr, mit tudom én, az éhínség nem akar aláfagyni, atomot nekik, tehát ez a tipikus cucc. És pont ezen poénkodtam egyszer, egyik ilyen YouTube videóhoz be is írtam, talán a holnap utánhoz, valamelyik, hova írtam be? Nem, van egy ilyen, hogy Reckless Tortuga nevű csatorna, nagyon jól nézzétek meg, nagyon jó ilyen kis minifilmeket csinálnak, de valami zseniálisan profi módon. És nagyon jó. Például az online gamer, hogyha valakinek mond valamit, akkor az ő munkájuk például. Ez online gamer, ezt is javaslom nektek, hogy nézzétek meg, zseniális. Ez micsoda? Na mindegy. És nagyon jó cuccokat csinálják, és abban volt ugyanegy ilyen poén erről az amerikai elnökös dologról. Annyira vicces ez az egész, ahogy felviszi őket. Azt a rohadt, ezt nekem muszáj mind legyaknom. Igen, tehát és akkor oda kommenteltem hozzájuk, hogy ez a tipikus dolog, hogy Amerika is akkor pusztítanak, meg támadnak, és akkor megnézték az összes filmbe, meg játékban, csak Amerikát támadják az UFO-k, csak Amerikában van, mit tudom én, jó, még a Holnap után című filmben nem ott az egész világon, de Amerikában van általában mindig valami katasztrófa, vagy ilyesmi. Szóval mi így európaiak nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, világvégétől se kell félni, ugye, mert Amerika a világ, ugye úgy hiszik, úgyhogy innentől kezdve teljesen mindegy is a dolog. Na, oké, itt most kinyírtunk mindenkit. Ott arra azért elnézek, vagy nem tudok ide menni. Az igen! Na szépen így felrakom a mágneses szakomra a fegyvert, kit zavar. Ez micsoda? Nem tudom, ilyen deszkáknak tűnnek. Arra nem megyek el. Hát nem tudom, miért jövök erre, mintha valami gyűjthetőt keresnék, vagy én nem is tudom. Oh, shit! Azt a rohadt. Ez ugye elég jól néz ki egyébként. How many of you are there? Virtuoni, activate self-portico defense. Fú, miért érzem azt, hogy nekem az játék nagyon be fog jönni? Úristen, nagyon badass ez a játék. Még ilyen amerikai zászlós, beszartok. Nagyon zsír. És lőnöm kell? Ne szivas. Úgysem, mint ez ami új lenne, de ez milyen badass már? Destroy aliens. Mit kéne lőnöm amúgy? Hűha! Chug on this, igazi! Bedeszők, úristen, nagyon bedesz az a játék. Tudjátok, mire emlékeztet ez a játék már engem? A Duke Nukemre! Az akkori Duke Nukemre! Tehát annyira over the top, meg annyira sokkol az egész adrenalinba. Azt nem rám szólan, az igen, eltűnt. Annyira agymenés az egész. Ez van, hihet, imádom ezeket a játékokat, tehát nagyon nagy hülyesség, aláírom, meg sok értelme nincsen. Na. Nehogy itt halljak, mert tiszta cink lenne. Azt a rohadt, tehát mennyi van? This one's for Uncle Sam. Dumák is. Nagyon jó benne. Jaj, ne, közben felrobbanok, ne, hogy már. Hú, de béna vagyok. Ha addig kéz nélkül lövök, azért az elég laza, nem? Tulajdonképpen minek is a kezemet használni. Na! És lövünk oda is, aminek semmi értelme. Jön még? Úristen! Oda lövök azt, oda aprítok neki. Az kéne? Oh, shoot down battleship! Oké. Ennyi. Kis cutscene. Még a hajam is jó most hozzá a karakteremhez. De nekem itt nincs ilyen bevágás. Na? Igen. Nagyon szépen szaggat nekem. Vagy lehet, hogy csak így van a játék is, nem tudom. Na? Megint az lesz, mint a függetlenség napja? Vagy kinyitja és pofán csapja? Óóó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 
so much. Get off my lawn, you son of a bitch! Ez jó. Ez jó volt, én bedesszerűen beugrottam. És vezet? Kész. Well, hello there. Welcome aboard. I'm gonna mount you over the fireplace, you idiot fuck! Úristen! És egy 60-szor nagyobb... Jaj, ne! Quick time event. Ó, ez az. Not so fast.
Hogy néznek ki ezek az UFO-k? Jaha. Micsoda bunyó. Egy kicsit ilyen predátoros a felszerelése. Hozzá ilyen, nem is tudom, hogy miben láttam még ilyen... de szveg vagyok. Uha. Azt a vista baby, de mégsem. Ajaj. Azt a nagy súlyt így emelgeti, az szép. Engem is ide begtethetne néha. Üsd meg! Ó! Úgy gondolom, hogy locsan egy kicsit a vér, de amúgy igazából sebem az nincsen. Úgy. Na és föl is fog kelni? Csoda, hogy még élek, én már rég kész lennék ettől. Kész, system off, viszont hallásra. The Saints Wing complete! Úgy tudom ezt, amikor jön egy ilyen rész, amikor szará vernek, meg kibeleznek, és akkor hát kész, megoldott, megcsináltad. Hűha, most mi lesz, fölmegyünk a bázisukra, vagy what? What a dream. Miért érzem azt, hogy ez valami virtuális valóság? Go downstairs to kitchen. Van egy kis Fallout 3 beütés, emlékeztek. Hogy jár? Elképesztő zseniális. Nagyon jó. Ez az. Nagyon jó. Nagyon imádom ezt a játékot. Na és mi lecsúszik? Úgy. Leave it to the Saints. Hú, ilyen igazi. Mikor voltak ezek menők? A... Nem is. 80-as évek? A francokat miről beszélek? 60-as, 50-es évek. 50-es, 50-es, 60-as évek. Nagyon lightos, nagyon laza. Ilyen kimélyek, az tizé lesz ott. Fogadjunk ilyen... Atomtesztelő bázis, tudjátok, ez az atombomba tesztelő bázis. Annyira mű, itt minden meg steril, de ez ott parketta. A parketta meg... Hűha. Nagyobb kancsói, nem lehetnek már csalnak? Úgy van. És még nyomni kell az RT-t, hogy egyen. A szarok. De még az a fej hozzá. Such a card, and someone named Dex stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Geniális az egész. Na most Y-t kell nyomni. Na most mi ez mi volt? Le kell tenni? I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Go outside! Juhu! Oh, az úton vagyok, drágám. Nézzünk ki, milyen szép napunk van. Servus, Johnson. Grab newspaper. Csak én vagyok ilyen happy amúgy, mindenki más ilyen befásult. Micsoda? És akkor ha nem nyomom, akkor így... Akkor miért leküzdi a hasát? Vagy most ilyenkor mi van? Érdekes volt. Még ilyen tévéshow feelingje van. Nem. Most megtanít vezetni a játék. Drive safely. Jó, sure, persze. De még tök jó ez a film. Ilyen autók jól lennének benne az alapjátékban is. Gunslinger. Hova képni? Ez mi? Nagyon furcsa volt a kanyarodás. Ez mi volt? Lehet, hogy csak ilyen... Én nem tudom, ez mi volt az előbb, meglepődtem, na mindegy. Mik ezek a rezgések amúgy? Hiba a rendszerbe, vagy mi? A szövegre megmondom, hogy nem figyelem, mert halkra van itt. Nagyon fura ez a vezetés. Valami nem százas. Most előre megy normálisan. Há, Marty! Szavasz McFly! Marty! Ott van Marty apja! Marty anyja, mindenki! Ott van Marty anyja! Na, az ott hogy néz ki? Mi van azzal az oszloppal? Ez mi? Te, mi ez? Na, de hol kell mennem? Oda kell mennem. Our president is a saint, persze. Szent az elnökünk, nagyon jó. De nyilván tudom, ez a saint, ez egy ilyen banda, úgyhogy húha. Szervusztok. Húha.
Collect health pickups from enemies to refill your health. What? Jaj, most egy közös kép. Take a photo up. Igen, ez volt az egy az előző részben is. Enter dinner. Jól van, menjünk a kis kajáldába. Itt vannak az emberek, micsoda. Tényleg nagyon feeling ez a, ez a korszak, ez nagyon feeling volt. Tiszta McFly! Nyuszi vagy McFly! Aha, gondoltam, hogy... gondoltam, ez valami Matrix feeling. Bennünk egy virtuális valóságban. Az előző részben is el volt ez már lőve igazából. Meg ugye a Fallout 3-ban is volt ez kicsit, ez ilyen feeling. Hú, kicsit megkeserüli a szék. Ez, hogy én szarakodom. Na, mit kell tennem? Mi ki vagyok cenzurázva? Úha, gyorsan vezessünk! Escape, yes, gyorsan, woo! Jaj, jaj, de persze pont úgy lobja a játék az autókat. Mondjad. Is that really you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. What am I meant to break free from? The place you're in isn't real. Gondoltam, annyira tudtam. Bocs. Úgyis kamu autó vagy. Head there and give me a sec. Most így körbe-körbe megyek, amit tök jó poén. Most miket csinálom? Ja, el kell jutni pontra. Oké, jó. Mert ez a kocsi gyorsabban, és hát annyi akkoriban gondolom voltak 10 lóerősek ezek az autók, kb. Az kész. Opé! Beszarsz, még azt mondta írva, hogy úr, hogy engedelmeskedj. De komoly. Nem az, hogy stop, ez nagyon tetszik. Obi, zsír. Obi, yo, master! Jó, ebben a játékban is kerül egy kis rockzene. Na jól van. Tudok csatornát váltani? Nem tudok csatornát, rádió csatornát váltani. Hó, milyen szépen közlekedek. Na, te menj vissza! Itt nem szórakozunk. Nagyon jó, meg... Brace yourself! Oh! Winter's coming! Hát ez szink volt. Milyen hájas disznó vagyok, hát igen, mint az életben. Kill cops! És van, van pé... és tukim? Oh! Jaj, most vannak ilyen, ilyen health pick-up-ok. Hát most sem gondolom... Nem is emlékszem az előzőben, hogy volt az életrendszer, de úgy tök mindegy. Azaz... Valaki volt még itt, nem? Nyat. Hol ott te? Jó, rendben, csinálom. Az ott nem is ember, jaj, de cink vagyok. Just keep going! Jó, ez az, gyertek! Hú, micsoda rendőrök, oda nézzetek! Az az autó, mi baja van? Fázik, vagy mi? Milyen? Nagyon szarul lövök, gyerekek, nem ez nekem már. Kijöttem már a formából a játékok terén. Jól van. Mi van ezen golyó mellé? Dögölj már meg! Gránát jól jönne, vagy valami rakétavető, vagy nem tudom, ha úgyis egy over the top a játék nyugodtan adhatna. Úgy, úgy. Jaj, ne! Hát elült! Hát hülye vagy? Go to park! Akkor visszük a rendőrautót, az cső. Irány a park, ez is egy gunslinger, itt csak gunslingerek vannak, kész. Na. Ez már gyorsabb, azért jobb ez. Ez az! Nyomnunk kell gyorsan! Nagyon fura az irány, a vezetés, nem tudom miért, ez így késik, vagy nem tudom. Tök jó, hogy így kerülgetem a parkot. Jó, hát nem érdekelsz igazából. És akkor most oda kéne befutnom, mi? Ja, befutok, az kész. Milyen szépen leparkoltam, mi? Hát ez... Lucky Luke. Vagy nem tudom. Pick up rocket launcher! Hó! Hát ezt akartam! Ezt kértem, ez mi az Isten? Ja? Bocsánat, elnézést a csúnya beszédet. És még kijön. Ez az. Cause mayhem! Hú, ezek jók voltak. Akkor az a rakétvető gyerekek, beszarok. Amúgy nem tudom, miért mentem egy kört, amikor itt voltam. Ah, az igen. Ez az. Káoszt kell okozni, ez nekem megy. Ez a jobb a játékban, a tiszta idiótosság. De hogy ezt miért kell, biztos a szimuláció, így tudom kiízelni. Ki kilépni a szimulációba, valaki lő rám, honnan, a zsaruk. A kamu zsaruk. Virtuális zsaruk. Úgy van, még azt is robbantjuk. Bum, bum, bum. Azt is tudom, én is azt kérdezem, mondjad már, mi a baj?
Mondjad Kinzi, azt mondtad, hogy robbantgassak, nem? Na jó, azt az embereket is felrobbantom, szépen idegesítenek, úgy. Milyen köcsög vagyok. Jaj. Előbb még elnök voltam, most meg már egy ilyen pusztító barom állat. Na? Hoppá, na ez mi? Ez a boss rendőr? Ki ez? Ez mi szügynök, vagy mi? Kill sheriff! Sheriff! És így kibírja rakétát? Az igen, sheriff. Tényleg ez egy Smith szügynök, kész. Mr. Anderson. Régóta figyeljük magát, Mr. Anderson. Csalódtam magában, Mr. Anderson, Mr. Szalai. Sziasztok gyerekek! Sajnálatos módon a felvétel közepén elment a kamera, lemerült a telefon, nagyon fantasztikus, úgyhogy mostantól csak a hangomat fogjátok hallani. Igazából nem is nagy probléma, tehát esztétikusság terén az arcom nem nyúlt sok élményt. Úgyhogy, hát igen, elég béna ez így, tudom. De ez így marad, úgyhogy most nézem a felvétel maradék részét, és rádumálok. Na hát most nem fogom azt mondani, hogy na halljál már meg, mert úgyis tudom, mi fog történni. Úgyhogy szerintem már csak így befejezem így ilyen kis mondókával, beszédkével, így mellékesen a cuccot. Bang! Úgyhogy ennyi. Ja, hát egyre azt mondom, hogy a játék az nagyon faszta, tehát nagyon, nagyon imádom, nagyon jókat rögök rajta, amikor szerintem látszott is a felvételből egyébként, tehát... Úgyhogy ja, igazából az a jó, hogy azok a részek, amik kimaradtak a videóból, az nem annyira nagy probléma, hogy kimaradt, mert igazából semmi nem történt, amit így, mind hogy a felvételen, amit én úgy nagyon tolerál, vagy nem tudom, hogy normálisabb lenne. Igen, itt elnyomtam, ugye tudjátok, mondtam, hogy ez a sztori szempontjából engem az úgy annyira nem vonz, tehát a cutscene-ek meg stb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy elnyomom a dolgot. Aztán itt volt egy kis problémám, tehát nem is probléma, de egy ilyen kis felmerült dolog nekem, hogy ugye most is felébredek itt a városban, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a térkép, tehát ez a világ, ahol most vagyunk, az ugyanaz, mint az előzőben, nem? Nem vagyok benne biztos, meg fogom nézni mindenféleképpen, de nagyon hasonlít minden esetre, és úgy érzem, mintha jártam volna egy szóval, szerintem egy az egyben ugyanaz a világ is egyébként, mint ami volt. Igen, itt meg akartam nézni a térképet, mert itt még ugye nem tudom megnézni a térképet, tehát nyomom a back-et, ugye, mert én ezt PC-n játszom, de ezt mondtam már nektek, csak kontrollerrel. És itt szépen benyomtam a jó kis rasta zenét. Úgyhogy nem voltam benne biztos egyébként, nem vagyok benne biztos még most sem, hogy ez a világ, ez volt az előzőben is. Most itt ülök a gépet, megnézhetném, de nem, végül is megnézem. Na most itt a map, látjátok, most benyomom a mappet, mert ez is a cucc. És ez. Tehát szerintem ez volt a világ az előzőben is. Minden esetre én most ezt szerintem megnézem itt a neten, mert ugye itt van előttem a gép, úgyhogy why not? Igazából úgy vagyok vele. Igen, szóval akkor beírom, hogy Saints Row 4, vagy nem, helyette the third, és akkor map. Tekintsük meg. Igen, ugyanaz, tehát még a világ sem változott, hogy őszinte legyek. Ami mégis nem gáz, illetve hát valakinek biztos gáz lett, ugye, mert azt hallottam, hogy ez úgy volt ez a játék megoldva, hogy ez igazából DLC lett volna a 3-hoz, és ők kiadták így teljes játékként, negyedik részként ezt a játékot, úgyhogy igazából azért ugyanaz a világ, tehát szóval nem probléma. Csak azért egy kicsikét úgy azért lusta a dolognak tartom, tehát hogy tényleg kiadni egy játékot ugyanaz, tehát tényleg egy DLC-t kiadni teljes játékként. Jó, tudom az Activision-től, meg a Core-tól ezt már megszokhattuk, de azért a Saints Row-soktól azért többet vártam volna ilyen téren, szóval azért ez egy kicsikét olyan köcsökség, de mindegy, szóval itt bénázok egy sort, ha, jól van, azt is elütjük, persze, meg a nő ott toljuk, jól van, persze, adjunk neki, ne szarakodjunk. Hammerrel megyünk a Balaton felé, szóval nyeges Balatonra, úgyhogy igazából semmi probléma. Úgyhogy, de nagyon élvezem a játékot, szóval attól függetlenül ugyanaz a világ, meg ugyanaz az egész, tulajdonképpen nagyon tetszik ez az egész, tehát még mindig nekem bejön a lövöldözés, a vezetés, a világ maga, az egésznek, ahogy az egész össze van rakva. Tudom, hogy most így, tényleg így a GTA 5 megjelenésével egy időben nem egy nyerő dolog ezzel játszani, de én nem a nézettségre megyek, mint tudjátok. Én csak, aki megnézi, az szórakozzon rajta, és akkor én ezzel már úgy le is, hogy mondjam, elvégeztem a dolgomat.
aztán... ja, hát igen, tehát azért, hogyha tehát nyilván össze lehetne ezt hasonlítani a GTA-val, ugye, mert sandbox játék, ahogy a sokan szeretik tenni, de én nem szeretek játékokat összehasonlítgatni, mert szerintem semmi értelme, tehát persze GTA-hoz képest a játék ez sehol nincsen tulajdonképpen, főleg úgy, hogy ugyanazt megkaptuk, mint tavaly, vagy nem tudom, mikor jött ki a Saints Row the Third, mindegy, és tulajdonképpen tényleg egy GTA-hoz képest azért ez semmi, tehát azért GTA-ban mennyi mindent tudsz csinálni, úgy hallottam, szóval... Elképesztő. És akkor itt venni kell Stukit, és tök jó, ezzel meglepődtem, hogy nagyon jó dolog benne, hogy most már színezteted a fegyót, tehát hogy most már megvan az engedélyezve neked, hogy ilyen színeket rakj rá. Na, hogy mindjárt látni is fogtok, ezt a kis SMG-t úgy néztem, hogy ez nagyon jónak tűnik, úgyhogy fogtam, azt beruháztam rá, mert miért ne. És akkor lehet ugye szokásosan upgrade-elni, de ezek a kis színeket is lehet rárakni, igazából csak ezt a kettőt láttam. Van kicsit furcsa, de mindegy. Ja. És ahogy a videóban említettem, ugye megszereztük a GTA 5-öt, tehát megvan, Xbox 360-ra, csak nincs nálam jelenleg, úgyhogy szerintem a hétvégén Nikivel fogunk felvenni egy ilyen kis közös gameplayt belőle. Nem lesz belőle végigjátszás nagy valószínűsége, ugye, mert hát nem mindig van nálam az a játék. Plusz ugye, mint említettem, sajnos az Avermedia, amilyen fájlt felvesz, videó fájlt, azt közvetlenül a Sony Vegas nekem kidobja, nem bírja, nem szereti, kész, leáll tőle az egész program. Úgyhogy nagyon fantasztikus, így hát annyit tudok tenni igazából az ügy érdekében, hogy felveszem a játékot, azt berakom Power Directorba, kirenderelem az egész videót, berakom Sony Vegasba és összerakom a gameplayt és még egy render. Szóval azért ezt csinálni egy végigjátszással, főleg egy GTA esetében, azért az eléggé fájdalmas, tehát azért az úgy tényleg sok idő lenne, és a nekem sincs időm. Így is nehezen találok időt, hogy ezzel a játékkal játszhassak. De most már kicsikét rákapcsolok azért ebbe a gameplayben is, a végigjátszásba is, mert tényleg végig szeretném játszani ezt a játékot. Nyilván tisztább vagyok azzal a lehetőséggel, hogy azért nem fogjátok már annyian nézni ez egy-két rész után, amit persze ez tök normális. De mint mondtam, még egyszer elmondom, nem a nézettségre megyek, szóval így ez engem nem... Nekem ez nem probléma, úgyis végigjátszanám, és akkor már miért ne videóznék közben, nem? Ó, itt egy kicsit meglepődtem ettől a orvos, motoros, hárlis emberkétől, hogy mi a francot művel. És most is meglepődtem, mert nem is emlékeztem rá, hogy ez így itt volt. Ja, úgyhogy így ennyi igazából. Ez a jó kis Pagani. Ez is meglepődtem egyébként ezen a Pagani zonda koppintáson, hogy azt hittem, hogy úgy fog menni, mint a szar. És akkor így ennyi, tehát hogy nem gyorsul fel olyan rohadt gyorsan, mint azt gondoltam volna. Na de mindegy. Jó az a zene. Feeling, egy ilyen sötét városban nyomulni. Sötét autóban. Rasta zenére. Mind reggae zenére, szóval így igazából semmi problémó. Puff. Na és akkor öldököljünk még több aliens, mert ez milyen jó móka. Még nekem tetszik, hogy behozták ezeket az idegeneket, szerintem ez egy kifejezetten jó poén lett. Úgyhogy... ez egy kicsit meglepő, tehát hogy az mi? Szóval betolatok oda, akit izgat, tehát éppen nagy háború van, de mindig betolatok. Itt majdnem meghaltam, tehát nagyon beszartam, hogy úristen meg fogok halni. Gyorsan elmenekültem a francba. Aztán úgy ennyi. Hát igen, viszont most már tanultam az esetből, hogy akkor legközelebb muszáj lesz feltöltött telefonnal felvenni, ugye mert úgy volt, hogy 25%-on volt az aksi, miatt elkezdtem volna a videót. És hát azt gondoltam, hogy hát ha kibírja, hát nem bírta ki, persze, hogy nem bírta ki. Úgyhogy nagyon fasszal, nagyon örültem neki, amikor ezt megláttam. Tudom, hogy így veszít is az élményből az a dolog, hogy így most akkor nem real time-ba kommentálom. De hát, sajnos ez van sajnos. Ezt a részt pedig nem szerettem volna kivágni, tehát megoldhattam volna, hogy levágom ott a végét, de akkor ez az egész kimaradt, tehát akkor az meg már hol, az meg olyan fél végigjátszás, tehát ez a, hogy ez nincs benne, az nincs benne, stb. Itt a mentő egyébként eszembe jutott, hogy nagyon örülni, hogyha majd lehetne mentőzni a GTA 5-ben, tehát hogy... nagyon jó lenne, mert én nagyon szerettem azt csinálni, tehát én a GTA
melyikben, a San Andreasban, meg a Vice Cityben is csomó időt azzal szórakoztam, hogy taxisztam, ugye így maszekként, tehát hogy pénzt kerestem vele, és mentőztem, tehát hogy ez így ment a dolog ezerrel. Ha ezt már elmondtam nektek egyszer, akkor ne haragudjatok miatta, nem emlékszem, az a baj, nem tudom, hogy hol vágta le ez a videó. Végig meg sajnos nincs időm nézni az egészet, tehát ilyen 20 percet, mert így is eléggé szoros az időm. There's nothing here, Kinsey. What? Damn it! Zinnia removed all signs of the Saints from the simulation. Így is van, és akkor megérkeztem erre az épületre, ami valószínűleg majd az a raktár, majd az én kis bázisom lesz majd így átmenetileg. És akkor itt lesz vége az első résznek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ne haragudjatok még egyszer miatt a kis baki miatt. Lájkoljátok, kommenteljétek, mondjátok, hogy kell-e még ilyen, szeretitek-e még látni egyéb ilyen faszkodást. És akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok, gyerekek!